Üdvözlünk mindenkit innen, asztalolt az, esik az eső. Üdvözlünk mindenkit innen Kanadából, aki itt van velem, Bazsi King és Déne, sziasztok! Sziasztok! És valamelyiküknek a mobilja is, úgyhogy őt is köszöntjük. Na hát akkor, az előző kudarcba fulladt mozzai verseny után, amikor GameZone 05 kiesett a második helyről, és hetedik lett, hát reméljük, hogy itt valami jobb helyet tudok összeszedni. Hát ami biztos 100%-os esőnek a lehetősége, ezt mondjuk, ha azt nem is írja ki, akkor szerintem nem is vettük volna észre. Úgyhogy szokásos felállás, 2013-as autók, Bazsival megyünk Mercivel, Dénes Ferrarival, illetve megint csak 10 vagyunk a pályán, tehát egészen a Lotus Renault-tól a Red Bullig tettünk be, most nem tettünk be ilyen Maldonado-szerű embereket, mert na, még egyébként a többi AI is, ugyanilyen hülye, úgyhogy szerintem úgy mindegy. Hát akkor Heavy Rain és Bazsi, mondj valami jó szárnyalást. Ha, nehéz. Hát Bazsi, én azt mondom, hogy itt valami nagy szárnyalás kéne, mert itt esőben meg fogunk halni, hallod? Főleg úgy, hogy nem is enyhe eső, hanem szakad, mint állat. Szerinted mi legyen? Igen. Hát igen, én azt mondom 9-10, az úgy korrekt. Egyébként ugye az időjárás az dinamikus, úgyhogy azért esik. Most az eső mondjuk Kanadában azért szokott esni. Eléggé esős környék. Nem tudom, sebességváltó, Bazsi? Mondjuk itt az a baj, esőben nincsen se DRS. Mondjuk, na nincs DRS esőben, mondjuk más van, ugye van kersz, meg szélárnyék, úgyhogy... Hát én azt mondom, ez így kb. Itt fog maradni. Hát nem tudom, mit mondani. Szerintem nekem ez lesz, ez így pont jó. Jó, mert ki tudja, hogy fognak kipörögni a sebesség, mert hogyha nem pörög ki, akkor ugye az se jó. Nem tudom, szerintem. Egyet vissza, így. Szerintem ez így jó lesz. Bazsi, ugye, hogyha esik az eső, akkor nem szabad túlságosan balra tolni a futóműt, ugye? Igen. Jó, hát most kicsit... hát 9-10-es szárnyalás, mondjuk nem, kell az a 9-10-es. Annál figyelj, nem akarom ma, akkor nem lesz végsebességem. Ezt meg ugye, hát ezt tegyük így valahogy. Ugye esőben nem szabad túlságosan. Meg ugye Bazsi itt a... Mi ez már? A lengéscsillapítót is 1-1-11-ről 2-10-re tettem. A lengéscsillapító? Tudod, ott van az a 4 érték, és akkor 2-2-10-10, nem úgy, hogy 1-1-11. Jó, oké. Okay. Igen, itt nem szabad 1-1-11-en, mert az nem esős beállítás, úgyhogy... Én 3-3-10-10-re tettem. 3-3-10-10, de nekem jól lesz a 2. Mert nagy eső. Na, akkor én is fölteszem. Jó, hát nem tudom, skacok. Igen, nem kell kiállni, nem kell. Tizenhány kör? 18 kör, te jó ég. A hányadik helyen vagytok? 9. Én 6. Dénes? Dénes? Negyedik helyen. Negyedik? Na jó. Akkor pont, na mehetünk? Aha, mehetünk. Na akkor kezdődjön a kanadai nagy díj, ahol mocskosul esik az eső. Fedezzük föl Kanadát. Esőben. Csávónak hogy mozgott a szeme, mint a izé? Pontjának szokott így mozogni. Na hát akkor első helyen Räikkönen. Hatodik helyen GameZone 05. És 9. helyen Bazsi King, skacok, sok sikert, én azt mondom. Rá. Na, nyomjuk csak. Most remélem nem fog kiesni a második helyről, majd nem kiesni, hanem na mindegy, menjünk. Nyomjátok, skacok, nyomjátok. Jó, de elpörögnek a gumik, ajaj. De kilők hátulról! Engem is imádom, hogy nem látok semmit.
Francba, neon durva verseny lesz ez, kacok. Ezt tudjátok mi gyerekek, ónos eső után, amikor kiállsz kocsival kb. Olyasmi. Csúszkálunk, hát egy zombeteg gyerekek. Bazsi! Megérkeztél, mint a cunami, hallod? Ha bemegyek a Bazsi mögé és homályosan látok, az mi? Túlságosan föltettem a grafikát? Lehet, hogy van egy elmosódás, vagy én nem tudom. De nagyon szar. Az mi? Kettesben nem veszi be ezt a kanyart. Hú, bocs. Tényleg, ja. Elállna az eső, mit szólnátok? Nem hiszem, hogy elfog egyébként. Lekoccoltam kicsit a falat. Hogy hívják azt a falat? Az a bajnokok fala, nem? Azt hiszem az a neve. Bazsi, csak nem csúszik. Én hallod, Bazsi, csúszkálok, mint az állat, hallod, nem lehet venni. Nagyon beteg. Áh! A legjobb eltöttem át. Hát ennyi most nem a legjobb. Rákörén jó nyomja ott elő? Összefossom a belétenek a mert. Én is. Pedig van első szektor fenten. Basztaló, de nehéz. Rájkön el, mi van? Mennyi most? Idióta, nem hiszem el. Hát ilyen nincs. Na meg egy büntetés. Átvágtad? Nem.
illetve lekosztolt a nyavaját. Lehetne. Most le is töltötted, mi? Be is összelém, nem. Pumpálom a gázt, mint egy hihetetlen. Meg lekocoltam a bajnokok falát. Na. Még egyszer lekocolom és bajnok leszek, tehát. Dénes milyen kört ment, azt a betyár mindenségük neki. Úgy csúszkálok ám. Mi is? Korcsolyázunk, hallod? Mondom, Bazsi mögébe bemegyek, nem látok semmit, tiszta, homályos minden. Ne újjongjál, már kitépek onnan az izéből. Itt izé újjonganak a nézők, hát szórakoznak valam. Meg akarnak csak zavarni. Ahhoz képest, hogy eső van, egyik nincs a látok esernyő. Igen, hát, hogy jó. Profik. Ne, ne, nálam van egy kettőni. Mindig pár centire megyek csak el a bajnokok falát, mondom, még egyszer le fogom makoccolni.
Mondom, még egyszer lekocsolom, most is lekocsoltam. Még egyszer lekocsoltam, nem, eddig már négyszer. Ó, de jó, kicsit letöltöm a szárnyamat, a király. Na csak ezt hiányzott. Hál' Istennek csak citromsárga. És már nem veszi az autókanyar. Azt a rohadt időt, mint a DNS, 2 másodperc jobb, mint te. 1.22, 1.22. Hol nem tudok lemenni. Kacok, ki fog-e bírni a gumi? Nem jó. Nem ki. Thank you.
Üzemelt jobban szeretni a gumitól. Micsoda? Üzemelt jobban szeretni a gumitól. Ja. Ott tudtuk olyan időt venni, hihetetlen. Gépek szerintetek ki fognak menni? Az AI szerintetek ki megy? Nem. Megy, én kimegyek. El van a kofa a gumiaim és ezt nem kockáztatok, inkább kijövök. Szárnyamat is lecserélek. Inkább biztosra megyek. És bejönnek elém, ez beszarás.
Mit töltöttél élet? Kerékvető, megdobott. Egyszer nem bírtam két másodszor, hogy bármi kerülnek. Tényleg ez. Ahol? Hoppa, csata volt, hallod, már tisztelen keresztül. De megvan a biztos harmadik hely, az a lényeg. De én ezt kifőrtük, de manyagot? Micsoda? Kifőrtük, de manyagot? Hát a végére már fölnyomtam itt a célegyenes végére, amíg három, de így kifogyott, de amúgy nem fértem. A hajtik kanyarogott a rejtben, nem fölött ki a motorom. Ja? hát akkor, hogyha én sem nyomom fenni háromra, akkor lehet, hogy meg fogni. Itt be, hogy bejöttem. Ember, megvan a biztos harmadik hely. És azért gyerekek, azért nem mentem a rossz időt. Jó, mondjuk hát én jó, de azt azért vegyük figyelembe, hogy én föltettem az új gumikat. Tehát azért volt csak. Hát azért elég jó szép időket mentünk, és ami a lényeg, hogy első három helyen magyar, végre egy biztos hely. Most úgy voltam, hogy inkább nem kockázatok, mert véletlenül kicsúszok, már elkapjuk a gumi, vagy valami, inkább kijöttem aztán. Hát Monza után most valami jó hely végre megvan, úgyhogy hát ennyi lett volna ez a hát nem is mondtam, hogy kaotikus montreáli futam. Reméljük, hogy tetszett, hamarosan ismét jelentkezünk. Köszönöm Bazsikének és Dénesnek, hogy itt voltak velem. Sziasztok! Sziasztok!